Vásároljon magyar almát magyar termelőtől. Ez volt a jelmondata a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi Minisztérium és a helyi önkormányzat közös akciójának. A cél az volt, hogy a termelők közvetlen kapcsolatot teremtsenek vevőikkel, akik a kezdeményezés időtartama alatt a boltinál kedvezményesebb áron juthattak hozzá a finom gyümölcshöz. Az oroszországi élelmiszerembargó, illetve a 2014 évi jó termések miatt nagyon sok alma maradt a termelőknél, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara így a kormány által indított almakampány, alma fogyasztás népszerűsítő kampány mellé állt, és ez úgy indult, hogy megkerestük az önkormányzatokat levélben, és kértük, hogy esetleg hellyel járuljanak hozzá ahhoz, hogy a termelőink értékesíteni tudják az almát. A termelők számára jó lehetőség volt ez az akció. Bacsa Eszterék Pázmántfaluról érkeztek, ahol 5,2 hektáros földjükön 6 féle almát termesztenek. A vásároknak most 3 fajtát kínáltak. A gazdálkodó azt mondja, nagyon sokan keresték fel őket az elmúlt napokban. A bolti árak ilyen 250-től 450 forintig vannak, és meg a magyar alma az ugye ízletesebb, finomabb is, mint a külföldről behozott áru. Lakatos László mindig a magyar árukat keresi a boltok polcain. A kezdeményezést ő is örömmel fogadta. Meglepetésszerűen jó tetszik, sokszor kellene ezt csinálni. Szép az alma is, ízletes, megkóstoltam már. Az akciónak köszönhetően rengetegen jutottak olcsó, egészséges almához, és a gazdáknak sem maradt a nyakán az idén nagy mennyiségben megtermett gyümölcs.